Ez egy RM-70 Psemmiszel rakétavető az STV Group vállalatnál Policskában végzett nagyjavítás után. 90 másodperc alatt 40 rakétát képes kilőni és gyorsan újra tölteni. 365 rakétával együtt 50 millió koronába kerül. Ez nem része a cseh kormány Ukrajnának nyújtott támogatásának, civilek közös gyűjtésének eredményeként jut el a frontra. Az Ukrajna elleni februári támadás után azonnal elkezdtek pénzt küldeni az ukrán nagykövetség számlájára. A számla iránti érdeklődés azonban lassan alábbhagyott. Ezért indítottuk el ezt a kampányt, amelyet úgy neveztünk el, hogy Adomány Putyinnak. Ez egy crowdfunding kampány, ahol konkrét fegyverekre kezdtünk pénzt gyűjteni, magyarázza Mártin Ondracsek kampányfőnök. Így szereztek be mobil légvédelmi rendszert, harckocsit, drónokat, lőszereket illetve kiképeztek szakembereket és mentőket. Az emberi szenvedés oka a katonai agresszió. Ezt nem lehet szavakkal megállítani. Tettekkel kell megállítani, mondja Dalibor Dedek vállalkozó. Egy év alatt több mint 120 ezer adományozó, 442 millió korona, azaz több mint 18 millió euró segélyt küldött Ukrajnának. Elégedett vagyok, hogy az emberek hallanak róla, és látják, hogy mások is adnak pénzt. Az ukrajnai helyzet valóban megköveteli ezt. Pusztakézzel nem lehet az orosz katonák hada ellen menni. A média támogatása rendkívül hasznos, teszi hozzá a vállalkozó. Az adomány Putyinnak kampány következő célja a súlyosan sebesült ukrán katonák ellátásának finanszírozása lesz, jelenti az Euronus tudósítója.